Nítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbizalom. Közönséges bűnözők! A gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk! Optimista pénteket! Jó reggel. Képzeld el, Endre, hogy én nem látlak téged, de ez valamennyit azért persze ront a mi mai... Véletlenül a Batman övemen rátenyereltem egy gombra, itt ahogy leültem a székre, és most senki nem lát engem. Ez egy ideig ez ilyen reggeli, lesz, amíg el nem múlik. Na, szóval, hogy igen, ez a Milles reggeli, és itt a stúdióban én vagyok, otthoni stúdióban pedig Mihálovics András. Azt hittem, ott most azt mondjuk, hogy ott meg én, és akkor így a hallgatók majd kitalálhatják, hogy ki kicsoda. Tehát benti stúdiójában Kántor Endre. Elmúlt a Batman-öv hatása, csak igen, szólok. Igen, gyorsan működik. Ha most akarnál csúnyán viselkedni, akkor most már ne tedd. Nem lehet. Az van, hogy annyi ki kell... Annyi ilyen videós lebukás van, hogy vigyázni kell ezzel, nagyon durván. Ki kell bővíteni ennek a hatását ennek a dolognak, mert így nem igen. Tudok a ninjáktól elmenekülni. Ninják? Na, nem szeretném, hogyha folytatnád ezt a point. Jó, köszönöm. Ezt nagyon szépen köszönöm, mert ez régi, és nem szakállas, hanem nem is borostás. Tudom. Igen. No, 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez egy fontos kapaszkodó a műsorvezetők számára, akik ha hirtelen nem tudnak mit mondani, mindig belemenekülhetnek abba a szituációba, gyorsan elhadarják az SMS, WhatsApp és Viber számot, ez is most megtörtént, tehát ma reggel. Miképpen az is, hogy el fogjuk mondani, aki nem nézett volna ma még a naptára, hogy 2020. december 18-on, az idő pedig 6:32. Az időjárásról nem tudok mondani, mert még nem voltam kint. Hát semmilyen, 4-5 fok, és körülbelül ugyanaz a kicsit nedves, enyhén csöpögős, ilyen szomorkás jellegű sztori, ami az elmúlt napokban volt. Ez folytatódik, pár fokkal talán melegebb lesz, de nem sokkal. Úgyhogy így készülünk a hétvégére. Nesze neked fehér karácsony, azt mondják, ne viccelj, ne viccelj. Viszont azt akarom mondani, hogy már így a ébredés után azon filozofálgattam, készülvén a műsor, hogy vajon mennyi ideje nem láttuk már a napot? Hát most már 2 hete, azt hiszem, és pont a minap hallottam egy riportot egy pszichológussal arról, hogy ez elég komolyan odaver, mert hogy az nagy szükségünk van arra, hogy lássuk. Úgyhogy igen. Most már remélem, hogy egy pici időre legalább valamikor a felhők mögül meglátjuk, mert különben komoly depresszióba zuhan még több mindenki. Uh-huh. No, akkor nézzük meg, mi köthető december 18-ához. Mindenképpen el kell mondanunk, hogy Auguszta nap van. Isten éltesse, nagyon boldog névnapot az augusztáknak. És hát most hirtelen megszórtak bennünket névnepekkel, mert a dések, dezsérek, dezsiderek, dezsők, graciánok, graciánák, graciellák is ünnepelnek. A haraldákról, harmatokról, harmatkákról, karácsonokról, máriákról, töhötömökről és zajzokon nem is beszélve. Köszönöm, András, hogy az összes nevet felolvastad, biztos örülnek a zajzonok. A verdöni csata vége volt a mai nap, 1916-ban, az első világháborúban. Igen, kemény és embertelen ütközetek voltak ezek.
A verdőni csata is, erről sokat tanultunk egyébként annó. A verdőni vérszivattyú, kérlek igen, szépen. Így van. És a minden képzeld, láttam drónfelvételeket, ugye volt nemrég az első világháború 100. évfordulóját ünnepelték éveken keresztül, és ennek az alkalomból láttam egy ilyen drón videót a verdőni csatatérről, és egy ilyen derűs, virágos mező. Tehát ott ember meg nem mondja, hogy menjen. Ez valószínűleg úgy volt előtte is, aztán utána jó sokáig nem, majd most megint ilyen, úgyhogy Verdun az egy szép vidék, az viszont borzalmas, ami ott történt. Igen. Nézzük a születésnaposokat. 1810-ben született Asbód Sándor. Ő 1848-49-ben a szabadságharcban alezredesi rangig vitte, de igazán katonai pályafutása az észak-amerikai polgárháborúban teljesedett ki, ahol gyakorlatilag dandártábornok bizony, lett. Szobra is van neki Washingtonban, Katona Csaba be is számolt róla, mesél a múlt rovatunkban. És utána a diplomáciai pályát is befutott, mert kérlek szépen volt ő az Amerikai Egyesült Államok argentínai és uruguayi nagykövete is, kérlek szépen. Miután lezárult, szögre akasztotta a kardját és elment diplomatának. Aztán ezen a napon született 1878-ban Josip Vissarionovic Stalin, aki Dzsugasvili néven látta meg a napvilágot, grúz születésű, ugye ő, és hát gyakorlatilag az egyik legkeményebb kezű, legvéresebb kezű diktátor, akit Koba ismerünk. Koba, az volt a fedő neve. Igen. Sokkal fontosabb számomra a következő születésnapos, 1906-ban született ezen a napon Zelk Zoltán, Kossuth, József Attila és Baumgarten Díjas magyar költő, zseniális verseivel, óriási poénokkal is a verseiben, tehát a humort azt egyáltalán nem nélkülözte Zelk Zoltán, de nagyon szép és szívhez szóló költeményeket is írt. Igen. Aztán hát nehéz mit mondani. Keith Richard, angol zenész, a Rolling Stones együttes gitárosa ünnepli ma a születésnapját. 1943-ban született. Ő az, akinek teljesen fölösleges ezekben a járványverte időkben is maszkot viselnie, mert úgyse lesz semmi baja. Ha eddig nem történt, akkor miért fognak ki rajta ez a kis vírus? Ennyit tudnék róla elmondani. Egyébként zseniális gitáros természetesen, és jó egészséget, hosszú életet kívánunk még Keith Richardsnak. Majd aranyköpésünkben őt idézzük. Steven Spielberg, Oscar-díjas amerikai filmrendező is ezen a napon született 1946-ban. 54-ben Ray Liotta, amerikai színész, nagyon sok jó film köszönhető neki. És 63-ban Brad Pitt, amerikai színész szintén. Mi a kedvenc tőle, Endre, Brad Pitt-től? Nem tudom, a 12 majom, vagy a Fight Club, azt talán... Tudtam, hogy ezt fogod mondani, valamelyik. De nekem a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford, valamint igen, a harag és a szenvedélyek igen viharában. Ez a triász az, amiben Brad Pitt-et igen, nagyon igen, mindegyikben jó, úgyhogy... Igen. Christina Aguilera, amerikai énekesnő is. Mi ezen a napon bele született, régen 1980-ban, és Billie Eilish 2001-ben, aki szintén már amerikai... Már James Bond főcímzenét énekelt Billie Eilish, úgyhogy elég. 19 éves, ugye, és 15 éves korában már egy intézménynek számított, úgyhogy óriási tehetségnek tartják. És van még egy születésnaposunk a mai napon, aki 2013-ban született, képzeld el. Őről azt lehet tudni, hogy a Millás reggeli törzs hallgatója, úgy hívják, hogy Dorcsi, és minden nap hallgat minket. Egy hete minden reggel azt kérdezi édesanyjától, hogy 18-án őt is fogjuk-e köszönteni születésnapján. Hát hogy a viharban? Hát persze, hát nyilvánvalóan. Egy nagyon-nagyon boldog születésnapot, Dorcsi. Egyszer 7 éves az ember, úgyhogy óriási bulit tessék csapni ma este, meg és ma napközben. Úgyhogy... Ma, kedves Dorcsi, annyi csokoládét ehetsz, ha szereted, amennyi beléd fér, és este 10-kor sem kell lefeküdni. Hiába mondják anyukáék, ma születésnapod van, és nagyon sok minden olyan dolgot szabad, amit egyébként nem. Higgyél nekünk, bemondták a bácsik a rádióba, akkor az így is van. Szerintem a karma az nagyon csúnya dolog, András, és neked két lányod van, vissza fog ütni, hogyha ilyen vagy, de egy mázdid van egyébként, mert péntek van, úgyhogy talán kibírják a
szülők, úgyhogy Orsinak kitartást az édesanyjának. Na hát, Dorcsi, nagyon boldog születésnapot. Úgyhogy hát ezek a... Ja igen, és ma egy érdekes nap is van. 1995 óta ez a kisebbségek napja Magyarországon. Úgyhogy akkor volt egy döntés, kormánydöntés, hogy ezen a napon tartják mindig a kisebbségek napját, megemlékezve sajátos jogaikról. Köszönöm szépen, Edre, hogy megemlékeztél rólam. A Magyarországon élő indián kisebbség tagjaként nagyon jól esett ez. Én nem erre gondoltam, de nem, ja, nem baj. Félreértettelek. Törpe minoritás vagy, András. Én azt gondolom, hogy hadd zenéljen Dorcsinak és a többieknek Keith Richards. Nem Keith. De, mert hogy megjelent több lemeze 2019-ben például, újra hangolták egy pár régebbi szerzeményét. Egyébként ő neki azt hiszem 5 lemeze van, szóló lemeze, de nagyon sok saját száma is. A Stones mellett folyamatosan alkotott, úgyhogy a következő zenével tisztelgünk előtte. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!